Garai Ákos, Garai János költő unokaöccse volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban résztvevő Garai Antal honvéd hadnagy gyermeke. Később magyar festőként vált ismerté. Ő teremtette meg festményeiben a magyar huszártípust. Hogy munkássága bekerült a megyei értéktárba, azaz egyik értékvetélkedőnek és az azon részt vett történész Gyöngyök csapatának köszönhető. A Garai Gimnázium 10B osztályának 4 tanulója terjesztette fel az értékvetélkedő egyik megszabott feladatának keretében a festő Garai Ákos munkásságát a megyei értéktárba. Esztesi tanárnő említette nekünk ezt a versenyt, és nagyon megtetszett, és elhatároztuk, hogy elindulunk rajta. Mi tetszett meg benne? Elsősorban a versenynek az a játékos jellege tetszett, meg hogy ilyen kreatív feladatokat tudtunk csinálni, meg hogy csapatos a verseny, tehát nem egyedül, nem egyénileg versenyeztünk, hanem csapatban, és így mindenki tudta saját meg a kis tudását hozzátenni a közös eredményhez. Egyébként is egy összeszokott csapat vagytok így az osztály közösségen belül? Igen, mivel már elég régóta ismerjük egymást, és a felkészülés is igen jó hangulatban telt. Voltak nehezebb feladatok is, de elosztottuk egymás között, és az értékhangoló is nagyon tetszett. Mi humános osztály vagyunk, és ezért a honismeret is érdekel minket viszonylag, meg a honismereti szakkör tagjai is vagyunk, és így jó volt nekünk, hogy nem csak szexár nevezetességeit ismertük meg, hanem Tolna megyében is jobban szélesedett a látókörünk. Hát igazából a szexárdi nevezetességek, meg az tolnai ilyen értéktár részei, azokat már nagyjából ismertük, de rengeteg új dolgot megtudtunk. Például ilyen bátaszéki, meg ilyen bátai helyeket, amiket még sose jártunk, és ilyen tök érdekesek és szépek voltak. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezeket megismerhettük, meg szexárdot is egy kicsit jobban megismertük, és belástuk magunkat Garai Ákos életébe. Ez volt a mi témánk, és ez is nagyon érdekes volt. Nem voltunk sem a levéltárban, és Budapestre sem mentünk el, így az internet segítségével próbáltunk kutakodni, és ott is viszonylag bő anyag állt a rendelkezésünkre. És hát azt kell tudni még róla, hogy ez újító művészek közé tartozott, mivel megalkotta festményein a magyar huszártípust is. És nagyon érdekes alkotó volt a szemünkben, mert az esztétikai megvalósításon kívül a műveinek a mögöttes tartalmát is nagyon fontosnak találtuk, ugyanis az alkotásaival azt próbálja szimbolizálni, hogy mit jelent szívvel, lélekkel harcolni a hazáért, és azért erkölcsi útmutatásra is szolgált számunkra. Garai Ákosnak forrásértékűek a népélet témakörében készült festményei, tus és ceruza rajzai. Szívesen festette és rajzolta a bugaci pásztorok életét. A mindennapi megélhetést részben a Bors Szemjankó és Kakas Márton című élclapoknak készített illusztrációk, karikatúrák biztosították a számára. A Bors Szemjankó egyik állandó paródiával fejlődött rovat karikaturistája is volt. Garai 1908 és 10 között a Néprajzi Múzeum támogatásával sokrétű néprajzi gyűjtőmunkába kezdett, melyben természetesen korábbi tapasztalatai és emlékei is segítették. Nagyjából 3 év alatt bejárta szinte a teljes Dunántúlt. Garai Ákost választottuk a témánkul, mert Tolna megyéhez nagyon kötődik, itt született, itt alkotott és itt élte le az életét is nagyjából. Ő egy nagyon híres festő volt a maga kategóriájában, többek között a Műcsarnokban, meg a Magyar Nemzeti Galérián, meg talán a Néprajzi Múzeumban is kiállították a műveit. És erre nekünk szexádiaknak, meg Tolna megyeieknek igazából nagyon büszkének kéne lennünk, és ezért gondoltuk, hogy őt választjuk, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Dominik nagyon sokat kosarazik, és ezért nagyon jó az erőléte, és volt egy olyan feladat a döntőn, amikor szobabiciklizni kellett, és ezzel gyűjthetünk pontokat, és akkor ott a Dóri nagyon jó volt. A Rékának nagyon megy ez a kiáll közönség elé, és beszél, és nagyon szépen előadta ezt a felterjesztést is. Persze mi is beszéltünk, de a Réka nagyon jó volt, és ő nagyon ügyesen megoldott ezt. A Dorkáról én azt gondolom, hogy ő is, tehát nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, mert egy csapatban is voltunk, amikor össze kellett válogatni a különböző típusú értékeket, és a Dorkával hát nagyon ő is így meg tudta látni a lényeget, és hát könnyű volt vele együtt dolgozni.
Garai Ákos alkotásainak legnagyobb gyűjteményét a Vosinszky-Mór megyei múzeumban, gyűjtő munkájának dokumentumait a Néprajzi Múzeumban őrzik. Számos alkotása található a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a Debreceni Déri Múzeumban, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében.